üdvözlök mindenkit, Milka Szilvi vagyok, egészséges oltatlan gyógytornász. A doktor Gödény hívott meg, hogy szólaljak fel, mert én ott voltam a tűzvonalban, amikor a Covid osztályok megnyíltak, és vállaltam azt, hogy csinálom a Covid osztályt. Ott is kell tornáztatni, vannak lélegeztetett betegek, vannak olyanok, akiknek csak légzőtornak el, mert ők már nincsenek lélegeztetve, és egyedül vállaltam, mert a munkatársaim nem voltak hajlandóak. Hajlandóak lettek volna, csak nagyon féltek. Mindenki annyira be volt ijesztve, és azt mondtam nekik, hogy jó, akkor viszem a januárt, akkor viszem a februárt, akkor viszem a márciust, viszem az április, a májust, és júniusba bezárt az osztály. Igazából minden hazugság, amit mondtak, hogy oltatlanokkal van tele, mert mindegyik betegemnek megnéztem a korlapját. Kikérdeztem őket, hogy oltva vannak-e, nincsenek-e beoltva, és 95%-ban oltottak voltak. De ha nem is voltak beoltva, kontaktjuk volt, közvetlenül oltottak. És nem hitték nekem, hogy azért kerültek be, mert továbbfertőzöttek, oltottak révén. Mindenkinek megnéztem a lapját. Volt olyan betegem, aki lélegeztetőgépen, intubálva, csak a személyével tudott kommunikálni. Elismerte azt, hogy igen, azért került ide, mert holott egészségügyi is családtagja beszélte rá az oltásra. A legelején mindenkibe volt félemlítve, nagyon sok nyugdíjas vette föl, nagyon sokan megbánták, hogy fölvették az oltást, és utólag már nem tudtak ezzel mit kezdeni. Viszont vannak olyanok, akik nem képesek kivenni a fejüket a fenekükből, továbbra is nyomják ezt a hülyeséget, hogy ez nagyon jó, ez nagyon, nagyon jó tesz nekünk, de én csak azt látom, hogy amit adnak, amit mondanak, hogy naponta 15, mit tudom én, 1500 megbetegedés van, azt el kell osztani még 5-tel, vagy 6-tal. Igazából tele volt az osztály, de nagyon sok olyan betegünk is volt, aki nem is odavaló volt. A betegekkel nem nagyon közölték, hogy mikor mehet haza, pontosan mi a baja, milyenek az értékei. Igazából reggeltől estig egy beöltözött ufókat láttak a betegek, amikor rájuk nyomták azt, hogy te covidos vagy, bezárták őket egy szobába, több, egy vagy két vagy három, attól függ hány szobatársuk volt, és csak annyit láttak, hogy kibejön a nővér, kibejön az orvos, tetőtől talpig beöltözve, nem látszik ki, csak a szemük. Valahogy melyiknek csak még a szemet se látszott ki, mert rajta volt ez a pajzs. Beöltöztem ebbe a kezes lábasba, fölvettem mindent, kivéve a pajzsot. Mondta, hogy nem vagyok bohóc gyerekek, nem akarok hegeszteni, nem veszem fel a pajzsot. És igazából betegeket szívesen is nagyon-nagyon kellett vezetni, mert folyamatosan tavaly óta, tavaly március óta, vagy még hamarabb is valakit, annyira nyomtak ezzel a hülyeséggel, hogy mind meghalunk, hogy egyszerűen az agy olyanra képes, hogy elhiszi. Amit az agy gondol, a test az elhiszi. És ha valaki magába beszéli, hogy halálos beteg vagyok, biztos, hogy halálos beteg is lesz. És nagyon sok betegemnek kellett rávezetni arra, hogy tessék megnyugodni, jók az értékei, haza fog menni innen. Mert amíg engem lát, addig nem kell félnie. Igazából ugye mondták a nagyon okos kormány orvosaink, hogy mindenki nyugodjon meg, meg fogja találni a Covid. Én úgy voltam vele, hogy jó, akkor én keresem meg a Covidot. Amikor a Covid osztályon dolgoztam, ugye maszkot kell viselni mindig, mindenkor, kivéve, amikor bent voltam a betegeknél. Ahogy beléptem a kórterembe, levettem a maszkomat, hogy lássák a betegek, hogy kivel állnak szembe, hogy nézzek ki, ki vagyok én, bemutatkoztam nekik, és hogy ne legyek egy tök idegen ember neki, hogy csak a hangom alapján azonosítson be. És végig minden betegemmel, ilyen kontaktban, ilyen közelről, maszk nélkül dolgoztam, és végre meglássam azt, hogy mi ez a nagy felhajtás a Covid körül, mert itt vagyok már második éve tart ez a hülyeség, az orromat nem fújtam egyszer sem. És nem szedek semmilyen gyógyszert, egyszerűen az agyam nem hiszi ezt el. Kész. Hogy nem szabad semmit elhinni, hogy hány beteg van, hogy hány halott van, hogy egyáltalán semmit, mert ebből semmi nem igaz. Semmi nem igaz. Úgyhogy, hát egyébként hozzáteszem, hogy az nem lényeg, hogy most melyik kórházban voltam, melyik városban, tök mindegy. 600-an dolgoztunk a kórházban, és 120 kilométert utaztam naponta, mert Debrecenből jártam be ebbe a vidéki kórházba. Nagyon sokan kérdezték, hogy miért megyek ilyen sokat, napi 3 órát utaztam. Azt mondtam, azért, mert szeretek itt dolgozni. Nem érdekel, hogy milyen messze van, egyszerűen szeretek itt lenni. És elfelejtettem, mit akartam ebből kihozni. Igen, 600-an dolgoztunk,
És ebből egyedül én álltam föl, és én jöttem el, aki az elejétől fogva ezt hajtotta, hogy ez nem igaz, ez nem igaz. És egyedül én jöttem el. Mindig is kilógtam a sorból, tudtam, hogy mindig is kilógok, de kitartottam az elejétől fogva, és tudtam valahogy a lelkem mélyén, és nem voltam ideges, hogy el kell jönnöm erről a helyre, mert tudtam, hogy ez nem jó hely. Nem tudnék tükörbe nézni, ha elfogadtam volna ezt a zöld kártyát, csak úgy. Nem tudnék. Csak még annyit szeretnék mondani, hogy ugye nem csak a betegek voltak megfélemlítve, a dolgozók is. Tudom, hogy az embereknek nincsenek tartalékai, nem tud egyik napra a másikra felmondani, és csak úgy otthon maradni. A munkatársak közül 50% azért oltatta be magát, mert jó kislány akart lenni. Mert nem akart még egyszer olyan beteg lenni. Hiába magyaráztam, hogy másodjára nem leszel olyan beteg, mint legelőször, mert a szervezeted megjegyzi azt a betegséget. És másodjára már nem leszel olyan beteg. Ugye ők azért oltottak. A maradék 30% azért oltatott, hogy menni akart nyaralni, meg moziba, meg állatkertbe, meg nem tudom hova. A maradék 20% pedig kivárta végsőkig. Kivárta addig, amíg nem kapják meg az ultimátumot, szeptember 16-án, hogyha szeptember 30-ig nem oltatjuk be magunkat az első adaggal, akkor mehetünk. Amikor megkaptam a munkaügyen ezt a papírt, szép nagy ívbe kitöröltem vele a fenekemet, és leraktam az asztalokra. Ennyit szerettem volna mondani. A CV-ben jóval több információ van ettől, ezért jöttem én föl a színpadra. Tehát egy kérdés így föltenném kicsit felé beszélek, hogy látod-e értelmét annak, hogy azokat az egészségügyi dolgozókat, akik végigvittek 1-2-3 őrületes járvány, mi az értelme rákényszeríteni erre az oltásra, mert jön a negyedik? Hogy tudod ezt? Hogy látod? Nincs értelme kényszeríteni. Aki eddig nem oltatta magát, már nem fogja. Aki eddig nem lett beteg, már nem lesz beteg. És az a kérdésem, hogy ott a főnököd, meg a többi munkatársad mit szólt ahhoz, amikor azt mondod, hogy te köszönöd szépen, és nem száz verbe a játékban? Hát azt érezték, hogy de biztos, és hova fogsz menni, és mit fogsz csinálni? Az utolsó két hónapban már napi szinten csak ezt hallottam, és engem már ez frusztrált, hogy beoltattad már magad, minden nap ezt hallgattam. És nekem a végén ez frusztrált, és mondtam, hogy nem fogom magad beoltatni. Mert nézd meg, itt van az intenzíven a beteg, pont tornáztattam, mondtam, hogy nézd meg ő is, hogy járt, beoltatta magát, és azóta van rosszul. A beteg pedig intubálva így bólogatott rám, hogy igen, igazon van. Kérdeztem tőle, hogy azóta tetszik rosszul lenni, amióta bekapta az oltást, és mondta, hogy igen. És mondom, rábeszélték, és azt mondta, hogy igen. Tehát te, mint benszentes ebben a témában, tehát látod, hogy ugyanúgy beoltott emberek is valami oknál fogva kórházba kerülnek, és súlyos állapotban vannak. A munkatársaim még maguknak se vallják be, hogy azóta taknyoknyáluk egyben van, és minden hülyeséget, minden kórokozót benyalnak és betegek. Sőt, olyan munkatársamnak se adott felmentést a házi orvosa, akinek emelkedett D-dimer értéke van, ami azt jelenti, hogy trombózisra hajlamos. Nagyon erősen hajlamos. És nem adott neki felmentést, hogy neked akkor felmentésed van az oltás alól. És szerinted mi az az oka annak, hogy ez a sok egészségügyi dolgozó, aki jobban látja ezt a helyzetet bárkinél? Hát tisztában azzal, hogy oltott-oltatlan válogatás nélkül kórházba kerülhet, és mégis azt gondolta, hogy ezt az oltást kell választania. Egyrészt azért, mert nincsenek tartalékai, nem tudnak felállni egyik, nekem sincsenek tartalékaim. Tehát én is úgy jöttem el a csúnyán szólva seggemnél fogva. De úgy voltam vele, hogy ott hagyom őket. Ők egyrészt azért, mert nincs hova menniük, másrészt meg nagyon-nagyon féltek attól, hogy majd mutogatnak rájuk a városba, vagy akárhol, hogy ezt csinálta. Beálltak a sorba. Mert ha ő beoltatta magát, akkor ő is beoltatja magát, meg ő is. Kérdés, benneteket zavarna, ha valaki rátok mutogatna, hogy ti nem vagytok beoltva? Nekem rám 9 évig mutogattak, mert mindig más volt a véleményem, mert nekem az igazságérzetem kicsit nagyobb, mint az, hogy mit gondolnak rólam. Én már egy ideje letoljom, hogy mit gondolnak rólam. És mindig is letoljtam, hogy mit gondolnak rólam. Egyébként mindig van oka arra, hogy mutogassunk valakire. Ha látjátok, ez az ország ezért tart itt, mert csak a megosztáson jár minden vezető esze. Ezt a divide et impera római latin mondást ugye mindenki magáévá tette, és mindenkit meg akarnak osztani, minél apróbb része a társadalmat, hogy ne tudjanak összefogni és azt mondani, hogy elég volt ebből.
hogy változtasson. Tehát az oszd meg és uralkodj működik. Remélem, titeket nem kell megosztani, és nem lehet megosztani. Nem is kell. Igen. Tehát nálam nincs olyan, hogy oltott meg oltatlan. Aki beoltatta magát, és rájött arra, hogy de hülye voltam, az engem nem zavar. Mert legalább megvilágosodott, felnyílt a szeme. De az, akinek még mindig a segélyben van a feje, és még mindig ugyanezt a hülyeséget hajtja, nekem azzal van bajom, és rám akarja erőltetni az oly hülyeségét. Hadd döntsem már én el, hogy hogy akarok megdögleni. Ha a Covid-ba, akkor a Covid-ba döglök meg. De hadd döntsem el én. Ezt akartam kérdezni, volt-e olyan, aki rád akart erőltetni? Hogy ne maradj ki, ne lók ki a sorból, gyere légy szíves, te is, mert neked is jönnöd kell, mert nincs kivétel. Egyébként én vagyok a legkisebb a családban, pedig már jóval 30 fölött vagyok. És folyamatosan az elétől fogva azt mondtam, hogy ez hülyeség. És hát mivel én vagyok a legkisebb, nekem soha nem hisz senki, és sajnos drasztikus módszer kellett választanom. Már megtiltottam a családtagjaimnak, hogy felvegyék az oltást, ha véletlenül valaki rábeszéli őket, a szomszéd, vagy az orvos, vagy az akárki, és megfenyegettem őket, hogy nem megyek haza, nem beszélek velük, vegyenek már végre komolyan, mert én vagyok ebben benne, én tudom, hogy mit látok, meg hogy mi van a tévében. Mert más van a tévében, meg más van a kórházakban. Rohadt vagy népbutítás van. És Szilvi, mik voltak az érveid a családtagjaid irányában? Tehát mivel érveltél, mivel tudtad meggyőzni őket, vagy mit mondtál nekik, hogy miért nem javasolt számukra? Elmondtam, hogy főleg nagyon sok oltott van, tehát sose közöltem neveket, címeket, semmit, csak így általánosságban, hogy csak oltottakkal van dolgom. Láttak videókat, küldtem nekik videókat, hogy nézd meg, mit csinál az oltás. Lehet, hogy Marika néninél semmit nem hoz elő, mert ő placebót kapott, mert ez elég furcsa lenne, hogyha mind a 6 millió ember megkapta volna a vakcinát. Kellett placebó is. És nekem a munkatársaim se érveljenek azzal, hogy jaj, hát nekem sincs bajom, akkor neked se lesz. Mondom, oké, barátom, csak te lehet placebót kaptál. Én meg lehet, hogy nem azt fogom kapni. Meg az is lehet, hogy teljesen különbözőek vagyunk, tehát nem lehet sablonként bármit bevezetni és elkönyvelni, hogy az jó. És még egy kérdés, hogy a jövőt te el tudod képzelni más irányban is, mert jelen pillanatban ugye nem tudsz dolgozni egészségügyben. Igen, sehogy nem tudok, se magámban nem tudok, se szociális intézményben, sem járóbetegellátásban, sem otthonápolásban, sem kórházban, mert nem vagyok oltva és egészségügyi is vagyok. Tudod, mi lesz az érdekes dolog? Hamar tanulok. Nem, az lesz az érdekes dolog, amikor egyszer a veszélyhelyzeti törvénynek vége lesz, ugye, mert annak mindig van egy lejárata, meg a veszélyhelyzetnek vége lesz. Tehát amikor a veszélyhelyzeti törvénynek vége lesz, jelen pillanatban január 1-e, de nem mondunk semmit, mert bármikor, bárhova hosszabbítják, meg a lejáratát újra módosítják, törvénymódosítással, de egyszer vége lesz, akkor az egészségügy megint nyitva azok előtt, a dolgozók előtt, akik az oltás miatt elmentek, vagy felmondtak nekik. Tehát itt egy érdekes szituáció lesz majd egyszer, akkor szembe kell nézni, hogy újra szeretnénk, ha dolgoznának nálunk olyanok, akik elmentek, mert azért azt tudjuk, hogy az egészségügy az nincs a toppon, tehát ott vannak betöltetlen helyek, úgyhogy várják azokat, akik dolgoznak. Máshova mennék, de ide-vissza nem. Igen. Ide-vissza tehát nem. Ahol az embert elküldik, illetve azt mondják, hogy kívül tágasabb, oda nem szívesen megy vissza. Még egy kérdés, hogy a jövőt te hogy képzeled el? Tehát milyen jövőt szeretnél, mondjuk akár a következő évtől kezdve, vagy egyáltalán a következő generációnak, vagy magunknak még az elkövetkező 5-10 évben? Normális életet. És mi ez neked a normális élet? Ahol nem megosztás van, nem gyűlölködés van, nem rámutogatás van, nem megfelelési kényszer van, hanem mindenki éli a saját életét úgy, ahogy akarja, úgy, ahogy a jónak látja, mindenféle szabályozások nélkül, szeretetben. Szabadon, tehát a döntéseit szabadon. Szabadon. Egészségesen és szabadon. Nagyon szépen köszönjük, jó utca Szilvia. A Normális Élet pártjának egyik debreceni országgyűlési képviselőjelöltjét hallottátok. Tehát, mint már sajnos sokszor beszéltük, illetve mindenhol írják, hogy itt nagyon nagy problémák vannak az egész járvány kommunikációval, illetve avval, hogy elhitessék velünk, hogy itt egy olyan jellegű iszonyat történik, amire nincs más megoldás, csak az oltás. Visszatérve az egészségügyi dolgozókra, látjátok azt, hogy tulajdonképpen, mint egy virológus már megszakértette talán az ATV-n egy ilyen betelefonálós műsorban, a vírus továbbadásának egyáltalán nem gátja az, ha valaki be van oltva.
Mi tudjuk, az oltás következtében tulajdonképpen, ha kialakul egy védelem, az az érrendszeren keresztül indul el, és a nyálkahártya védelem, tehát az orrüreg, szájüreg, végző felületek, a nyálkahártya védelem nem működik. A nyálkahártya védelem csak azoknak működik, akik átestek ezen a fertőzésen, de ők aztán semmit nem számítanak. Tehát jelen pillanatban olyan embereket akartok beoltani az egészségügyben, akik ugyanolyan mértékben terjeszthették volna ezt a vírust, mint azok, akik be vannak oltva. Tehát nincs különbség. Ez alapján diszkriminálni embereket országos felelőtlenség és felháborító.